Lékai Mátéval beszélgetünk, aki szlovén bajnokként tért haza Celjéből, és most már a Veszprém Arena nem csak a válogatottban, hanem immár klubszinten is hazai pálya lesz számodra a következő szezontól. De nyilván nem kerülhető meg a kérdés, hogy a szlovén válogatott ereje miben rejlik, ha valaki akkor ezt tudja, azt te leszel az. Hát igen, először is köszönöm a gratulációt. Másosorban én nem örültem, hogy a szlovénokat kaptunk, mert én úgy gondolom, hogy egy nagyon gyors lábmunkára épülő játékot játszanak, ami nekünk annyira nem fekszik szerintem. Mindig meg is szenvedtünk, hogyha velük játszottunk mérkőzéseket, de remélem, hogy jól felkészülünk belőlük is, mindenki betartja a taktikai utasításokat, és jó formában lesz a mérkőzésen. Mennyire nehéz fölpörögni a klubszezon után egy nagyon nehéz világbajnok is elejtezőre, de úgy, hogy itt a csapat dandárja már igen-igen fáradt. Lehet, hogy ők is fáradtak. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen válogatott mérkőzés, pláne, hogy a hazai pályán lesz az első mérkőzés, nem okozhat gondot, hogy felpörögjünk. Mindannyian tudjuk, hogy mekkora tétje van ennek a párharcnak, mert a olimpiai kijutás szempontjából ez az egyik legfontosabb, hogy kijussunk a világbajnokságra. Szóval nem gondolom, hogy a motivációval vagy a tűzzel gondok lennének. Egész pályás gólt várhatunk a szlovénok ellen, visszagondolva itt az Európa-bajnokságra? Hát nem hiszem, de hogyha esetleg ott lesz egy lehetőség, akkor nyilván megpróbálom, de azért erre ne számítson senki.